Használt mobiltelefonokat gyűjtenek a Pécsi Egyetemen. Erről, vagyis a Passzold Vissza Tesó akcióról számoltunk be korábban. Ez is egy olyan eseménysorozat, ami kapcsolódik a fenntarthatósághoz, a környezetvédelméhez. Ez már a PTS szenátusi terme. Itt találkozott 14 hazai egyetem képviselője csütörtökön. A fenntarthatósággal kapcsolatos keretmegállapodást kötöttek, amit Pécsről kezdeményeztek, mondja az egyetemet működtető alapítvány vezetőségi tagja. Kezdeményeztük azt, hogy a magyarországi egyetemek egy közös olyan fenntarthatósági platformot hozzanak létre, amiben egyrészt van közös cselekvés, amiben megvan a lehetőség arra, hogy például energiatudatosság kérdésében, vagy akár a mobilitás kérdésében olyan új technológiákat, lehetőségeket vezessenek be, ami biztos vagyok benne, hogy távlatosan nem csak Magyarországnak, hanem egyáltalán a Európának és a globális világnak is javára szolgál. Az aláíráson részt vett a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára is. Az emberiség egy közös kihívással néz szembe, és ennek a közös globális kihívásnak lokális megoldása is kellene, hogy legyenek, és ennek kiváló alkalma az, hogy itt a magyar egyetemek összefognak, és a magyar egyetemek az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak érdekében egy olyan akcióprogramot, programtervet dolgoznak ki, amelyben ezt az együttműködést a magyar viszonyokra tudják adoptálni. Magyarország 2050-re tűzte ki a klímasemlegesség elérését. 2013-ban készült ehhez egy keretstratégia az országgyűlésben, ami meghatározta, milyen felelőssége van a fenntarthatóság kialakításában a különböző szintű intézményeknek, a társadalomnak. Ehhez igazodik a most megkötött egyetemközi megállapodás is.